Újra itt van a nagy csapat, csapjad össze, csapjad össze, csapjad össze, van csoda. Újra hallom, újra hallom, újra hallom a hangokat. Légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást, és hogy elférjünk, arra megkérjük, te csináld fel fortunát. Agyisten Juliska, magának és Mariska, mit sepreget itt az utcán? A száraz levelékét? Hát ezek itt meg milyen levelek? Ajánlott levelék? Mert az a narkoz a pulikutya megint leúgta a postásnak a cigriéről. Hát azt mikor történt? Egy hete. És a postásnak nem lett semmi bajom. Tudja fele, azóta se tért magához. Jaj, képzelje, nekem meg borzasztóan fáj a fogam. De tettem rá egy kis szilva pálinkát. Osztályával maga mikor megy doktorhoz? Hát, majd elfogyott a pálinkán. Az uramnak is most igazítottak a fogai. Hol? Itt a gyergyói rendelőbe? Ó, a farsangi bárba. Ó, hát az az igazság, hogy ebben a korban mindig előgyűl valami nyavaja. Jaj, ne is mondja. A tegnap új jövegfűd ültem. Jaj, hát akkor mutassa a kezét gyorsan. Na, tessék. Nagyon lassan megy a pulzusa. Nem baj, úgyse sietek sehova. Az is igaz. Na de majd üljön, üljünk le egy kicsikét. Azért, csak be kellene mennie azzal az orvoshoz. Én a minap voltam benne a nagy doktornál. Hát úgy megtapogatta a karomat. Azt kérdezte tőlem, hogy mire emlékeztetett a nyomás. Na és mire emlékeztette? A segédjegyzőre. Hogy maga mindig, hogy huncutkodik. Na de Maris, a jövőben jobban kell takarékoskodjuk a villanyárammal. Emelkedik az ára. Nem baj. Nálam minden villanykapcsoló föl van kapcsolva, úgyse fizetek infót. Hát ez hogy lehet? Hát úgy, hogy előtte egy minden villanyégőt kicsavartam a foglalatot. És ahhoz mit szól, hogy 2%-kal megint leértékelik a román lejét? Hát az meg mit jelent? Hát az, hogy a lejét az még puhább lesz. Ja. Hát akkor az én uram az 100%-osan leértékelik. Az a maga baj a Mariskám, de az már nem, hogy a falunkban romlik a közbiztonság. Bizony, a minap a vejem egy szál alsógatyába bírt hazajönni. Szerelmes én Istenem, hát mi lett vele? Megszámoltás? Levet készítettél? Dehogy. Telik tankult a benzinkutya. Na de, mondja, hogy van vele? Én ettől a hideg időtől olyan életünk vagyok. Hát akkor gyűrjön igyon a boromból. Azért annyira életünk mégse vagyok, üljön vissza. Hát akkor mitől olyan életünk? Hát még kérdezi. Beteg lett a malac. Eltűnt 3 tukom is. Egy hete nem jön haza az uram. Jöhet még ennél rosszabb? Gyűhet. Micsoda? Hát ha majd hazadj az uram. Amma igaz hallja. De jöjjön még vissza egy kicsit. Képzelj át, hogy voltunk a menyemékkel kirándulni. Meghallgattunk valami ongora hangversét. Most mennyi volt a jár? Hát az drága volt, de én csak fél jegyet vettem. Ha mi? Ha mert a fél fülemre nagyot hallott. Az én menyemék Görögországban voltak nyaralni. És mit mesél? Megnéztek valami aprokolista. Ja. És mit mondnak arról? Hát, ott se sietnek a közmunkával. Azt meg honnét ne. Onnét, hogy 3 esztendeje voltak még ott, és akkor és pont olyan romos volt, mint most. Ja, de mondja, ha maga veje indul a polgármester választáson. Sajnos ne. Mi történt? Föltesett a becsületi. Jó, ez nem. Benne volt a Szesz maffiába. Most üzletelt a Szesszel. Rosszabb. Hamisította. Annál is rosszabb.
Meg itt a? Jó. Na de hát mit ki lehet bírni, Mariska? De az én uram az, ki bírhatatlan. Na miért, Juliska? Olyan goromban bánik velem, hogy már 2 kilót fogytam Mianna. Hát akkor miért nem hagyja ott Juliska? Azért, mert még szeretnék bár tízet fogyni, Mariska. Ja.